És egy külön érdekesség, hogy ez a Roberto Fondi, semmiféle egyházi jóváhagyást, bátorítást, támogatást, elismerést nem kap. Mert az egyház hivatalosan az ortodox darwinizmus álláspontjának a propagálására helyezi a súlyt. Úgyhogy az antievolucionista nézeteket ma neoprotestáns felekezetek, szinte szekták karolják fel. Jól összevegyítve a saját egyébként valóban ostoba nézeteinkkel. A szkotázmokrátája egyébként szó sincs arról, hogy kimondottan csak ostobaságok terjesztésével foglalkozik. Nagyon körmönfont és furfangos, sötét elvek és elméletek terjesztésével is. Utána éppen az említett darwinizmussal kapcsolatban megállapítás nyert, hogy óriási bajok vannak. Én magam hallottam Csányi Vilmos professzor, óriási bajok vannak. Mindazonáltal semmi okunk nincs, hogy ne ezt tartsuk igaznak. És majd a jövőben ezt meg fogják hozni. Tehát az, hogy nincs baj, azt már nem lehet mondani. Egy materialista tudós, materialista, ateista, darwinista tudós mondta, hogy úgy, ahogyan az élet keletkezését felvetjük, az teljes képtelenség. Ez teljes képtelenség. Mégis így kellett történnie, mert nem történhetett másképp. És egy biztos, Istenre nem hivatkozhatunk. Tehát teljes képtelenség, de mégis ez történhetett meg valamilyen módon, bármilyen kép, mert különben be kellene vonnunk a szemléletünkbe Isten. És ez aztán végképp nem megy. Tehát tulajdonképpen nem tudományos megfontolások, hanem materialista, ateista előítéletek alapján döntenek. Amelyek itt hiperdogmaként szerepelnek. Amelyet a legdogmatikusabb és legfanatikusabb módon védenek. Legfanatikusabb módon. Hogy egy biztos, ilyenek kitételek van, egy biztos.
Isten vagy magasabb erő, vagy transzcendencia, ég, az semmiképpen nem. Képtelenség a másik vélemény, de mégis annak kell igaznak lenni. Az ilyen para jelenségekkel foglalkozó Egelinek mondta egy felettes a Központi Fizikai Kutatóintézetben, nem ilyen nagyságrendű dolgokkal kapcsolatban, csak egészen enyhe kis rendkívüliségekkel, hogy akkor sem hiszem el, ha magam saját szememmel tapasztalom. Akkor sem. Mert nem lehet. Ugye, aki olvasta Kaczynski könyveit, az emlékezhet rá, hogy Kaczynski a természeti törvényeket hiedelmeknek nevezi. A természeti törvényeket nevezi hiedelmeknek. És ami abszolút, az valóban abszolútnak és feltétlennek tekinti. Ugye a muszlimok is azt mondták, hogy a természeti törvények, azok Allah szokásai. És időnként felfüggeszti ezeket a szokásait, az a csoda. De hozzá tehetjük, hogy a logikai törvények is Allah szokásai. Vagy az átmászokásai, vagy önmagam által még meg nem ragadott voltában, szintén így önmagam szokás. A természeti törvények nagyon komolyan veendők, de nem feltétlenek. A logikai törvények még komolyabban veendők, és ezek sem feltétlenek. De akik ebbe az irányba tapogatóztak, sokat beszélnek a több értékű vagy több ítéletű logikákról. N értékű vagy ítéletű logikáról is, úgyhogy az N az végtelen is lehet. Vannak olyan logikai rendek, amelyikben a tautológia teljesen jogosult. És ez még nem is olyan különlegesen. Míg általában teljesen jogosulatlan van, ahol teljesen jogosul. Például úgynevezett autonóm fogalmak esetén, amelyek nem vezethetők vissza másra. Ott. Tehát a lét az lét. Hogyha elkezdem magyarázni, akkor az autonóm fogalomból megint visszafelé kezdek lépegetni a heteronóm fogalmak felé. Ebben az értelemben mondta Bohensky, ugye, aki a legjelenkoribb logisztikai logikának a egyik mestere, mellesleg dominikánus szerzetes volt, hogy ugyanígy kell azt mondani, hogy Isten, Isten. Lét, lét, Isten, Isten. Nem lehet megmagyarázni heteronóm fogalmakkal. Nem lehet bizonyítani
De vannak olyan postulációk, ahol nem lehet külön verifikációt létrehozni, igazolást. De a tétel veritas volta, megmutatkozik. Van, ahol a megmutatkozás. Ugye Wittgenstein is azt mondja, hogy kétségtelenül létezik a kimondhatatlan, ez megmutatkozik. Nem lehet erről beszélni, mondjuk. Bár az, hogy nem lehet erről beszélni, ez bizonyos tekintetben teljesen igaz, hogy semmiféle utalás formájában ne lehetne, az viszont nem áll fenn. Ugye Heidegger mondta, hogy aminek a demonstrációja lehetetlen, annak a monstrációja még lehetséges. Tehát csak megmutatni. Mutatni. Ugye a kommunista rendszernek az volt az államvallása, az egy materialista ateizmus volt. Azt mondták, hogy természetesen teljes vallásszabadság van. Ez azonban nem volt igaz, mert például az iskolákban a tantárgyakat nem különböző vallások, hanem csak is egyetlen marxista-leninista vallás alapján oktatták. A jelenlegi helyzet némely tekintetben még gyászosabb. Ma ez nincs. Ma azt mondják, hogy tulajdonképpen ez él mindegy. Ebben valami olyan sötét démoni cinizmus van, ami démonicitásában meghaladja ezt az előző államvallás szisztémát. Mindegy. A tolerancia nevében bármit, mondjon, amit. Érdektelen, ezek a dolgok nem érdekesek. Ezzel nem lehet pénzt keresni. Yeah.